Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: nem tudok több pénzt keresni, mit csináljak? Én írtam az Ingatlan Sálmok című könyvet, enyém az Ingatlan Sálmok Klub. Amennyiben tetszik a videó, nyomj egy lájkot, köszönöm. Ennek röviden az a lényege szakzsargonnal egyébként, hogy elérted a komplexitás plafont, vagyis a te jelenlegi tudásod, attitűdöd, hozzáállásod, képességeid erre volt elég. És nagyon-nagyon érdekes egyébként, mert a legtöbb ember ilyenkor mit csinál? Azt mondja, hogy valami újba kezdek. Ezt már unom, meg már nem úgy megy, meg mitől, meg mégsem, és akkor kezdek egy új valamit. És ott is egy idő múlva egyébként pontosan ugyanide el fog jutni. Utána megint újat kezd, és akkor megint. Mert az ő tudása eddig elég. Vagy most mondhatom azt, hogy ha egy kis vállalkozó katás vagy, akkor 12 millió forintig elég a te tudásod. Annyit akarsz elérni, ez egy nagyon érdekes, mert ez a kata is nagyon jó dolog, viszont egy keretek közé szorít téged, mert te minden erőd, de nem azon vagy, hogy te milliárdos vállalkozó legyél, hanem az, hogy a 12 millióba belefér. Tudod, mekkora különbség ez? Hatalmas. Még az, hogyha amit akarsz, azt tudod megvalósítani, tehát te nem is akarsz ugye följebb kerülni, mert azt mondod, hogy te ebbe bele akarsz férni. Mondjuk a családod is csinál, stb. Tehát te nagyon-nagyon komoly keretek között mozogsz, úgyhogy ez is hozzájárul ehhez a komplexitás plafonhoz egyébként. Nagyon fontos, ezt én is megértem egy jó pár évvel ezelőtt, akkor mentem először Szabó Péternek az előadásaira, tanfolyamra, szerintem egyébként jóként tudom ajánlani. Pongor Juhász Attila, Parajdi István, tehát én őhozzájuk mentem el, különböző coaching programokban nyilván részt is veszek, pontosan e véget, mert úgy éreztem, és te is érezd úgy, hogy kell a külső segítség. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy külső coach, egy ilyen közvetlen személyes kapcsolat, ez kell. Nem tudtam akkor még pontosan, hogy mi kell, meg azt sem, hogy mibe kell, csak azt éreztem, hogy ide eljutottam, én a más nem akarok csinálni, viszont azt is látta, hogy abban a piacban, ahol én vagyok, ebben jóval több pénz van benne, jóval nagyobb lehetőségek vannak benne, mint amit én most ki tudok venni a mostani jelenlegi tudásommal. Tehát ez egy ilyen borítékolható dolog. Én úgy gondolom, hogy ha minden vállalkozó, aki vállalkozik, és úgy szépen megy a dolga meg a sora, akkor úgy gondolom egyébként nagyon érdekes, hogy előbb-utóbb el fog ide jutni. És ilyenkor, amit sok ember sajnos nem lát, mert nincs ott a tudása, nem olvas könyveket, hadd ne soroljam, hogy hú, a francba ezt már úgy jönöm, akkor csinálnék valami más. Közeli jó barátok, rokonok is vannak nekem így, akik mindig hát olyan 2-3 évente másba kezdenek, és pontosan ezért én látom, csak ugye az ember sajnos a saját rokonságában nem tud kánalán csinálni, hogy látom, hogy ez vagy elérte komplexitás plafont, ő ennél többet nem tud gyártani, ő ennél többet nem tud teljesíteni, maximum ennyi pénzt tud kivenni belőle, és ezt lusztrálja, és ilyenkor azt mondja, hogy ó, akkor kezdjünk újba. És ezzel az újjal is egy 2-3 éven belül eljut ugyanoda, ahol a másikkal is volt. Nagyon érdekes egyébként ezt így kívülről látni, holott egy valami kell nekik ilyenkor, vagy kellene az, hogy tanfolyamok, és keresni, belépni különböző olyan programokba, ami nyilván úgy érzi az ember, hogy ez hasznos lehet, és akkor egy ilyen coaching programmal hát kilőnek az űrbe téged, ha jó helyre teszed egyébként a voksodat, hanem akkor nem. Ezért nem is akarok most így, hogy most ide mennyi, oda mennyi. Én elmondtam, hogy én egyébként mit csináltak. Nekem egyébként hasznos volt, mindmáig hasznos. Úgyhogy csak javasolni tudom, de a lényeg nem az, hogy kihez meg mit csinálsz, mert az a te dolgod, te döntöd el, az viszont igen, hogy külső segítség kell, és ezzel külső segítséggel, mentorral, coachal, akármivel át tudod törni ezt a komplexitás plafont. Nyilván egy idő múlva beütközel egy másikba, az már jóval magasabb, de ez így működik, mert tudásod, képességed, attitűdöd, akármit alapján eljutottad, hogy tudsz keresni egy katát, ki tudod meríteni, de az, hogy te 100 milliót keres, nyilván más tulajdonságok, képességek, tudás kell, ezt meg kell szerezni, és sok esetben a külső segítség a legegyszerűbb, a legjobb. Meg amikor eljutsz már egy szintre, ezt ne felejtsd el, hogy elvileg akkor már, ha te fejlődni akarsz, akkor igenis már van miből fizetned, tehát valamilyen szintű tanfolyamokat el kell kezdened látogatni, vagy ha te el tudsz kezdeni látogatni. Én erre azt mondom, a saját képzésemre sohasem sajnáltam a pénzt, hát ez most már éve szinte milliókra rúg egyébként, de viszont ennek köszönhetően megyek előre. Úgyhogy
gyertek utána. Sziasztok!